Arra születtünk, menni kéne, ringasd el magad, valaki mondja meg. Néhány dal azok közül, amelyek az elmúlt 4 évtizedben a magyar zene történetének részévé váltak. A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Déri Tibor azonos című kisregényének 1973-as musical változata. A művet Pós Sándor alkalmazta színpadra, zenéjét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis Anna szerezte. Ez volt az első sikeres magyar rock musical, amely utat nyitott a popzenének a magyar színházi és irodalmi életben. A történet egy amerikai rockfesztiválon játszódik, középpontjában pedig egy magyar emigráns házaspár áll. A tragikus musical 1973. március 2-ai Víg Színházi bemutatója után azonnal siker lett hazai, és a vendégjátékoknak köszönhetően európai szinten egyaránt. A premier óta számos magyarországi és külföldi teátrumban bemutatták már. Szombattól kezdődően a nyíregyházi közönség láthat majd egy 21. századi produkciót. Tasnári Csaba rendező úgy véli, Déri Tibor a fesztivál története köré létfilozófiai elmélkedést írt. Ebben a történetben, amit Déri Tibor megírt, kimutatható, hogy gyakorlatilag mindenki keresi a saját vezérlő csillagát. Egy Eszter nevű hölgy az tulajdonképpen ürügy, hogy Déri Tibor elmélkedhessen bizonyos az emberiséget folyamatosan foglalkoztató kérdésekről, vagyis, hogy miért vagyunk a Földön, mi az ember életének útja, útjának szakaszai, mit keresünk, mi a célunk, megtalálhatjuk-e, van-e esély arra, hogy megtalálhatjuk-e életünk fő motívumát, vezérlő csillagát, eljutunk-e Betlehembe. Puskás Tivadar, aki főszerepet játszik a musicalben, a darab bemutatója idején Budapesten a Víg Színház környékén lakott, és ott volt a premiéren is. Szerinte nem csak a Marton László rendezte produkció, hanem a nagyszerű zene is örökérvényű. Én nem az előadást tartanám inkább sikeresnek, hanem a zenéjét, az fantasztikus. Tehát az örökzöld, az még évszázadok múlva is fogják dúdolni és énekelni, és gyönyörű a versszöveg, amit írtak rá az Adamis Anna. Egészen kivételes. Tehát én is minden dalra emlékszem, a velem egykorúak, és ahogy tegnap megfigyeltem, mert tegnap már fiatalok nézték, őnekik is lenyűgöző volt ez a dallamvilág, meg ez a szöveg. A főszerepeket Puskás Tivadar mellett Kuti Patricia, Éj és Ákos, Szabó Márta, Horváth Margit, Varga Balázs és Rák Zoltán alakítják. Valaki mondja meg, milyen, valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, milyen, valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért, miért ilyen.